A Tolnai Kulturális Központ novemberi egészséghónap programsorozat keretében ezúttal szűrővizsgálatokat biztosított a megjelentek számára. A Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai többek között vérnyomás, szénmonoxid, véroxigén és diabétesz mérést végeztek. A mért eredmények alapján életmód tanácsadást is kínáltak a résztvevőknek. A szűrővizsgálatok fontosak, mondta Portheiserné Szabó Ildikó, az intézet munkatársa. A legtöbb betegség még tünet nélkül van, és például egy vérnyomásméréssel kiszűrhetjük, hogyha fölmegy valakinek a vérnyomása, és ez nagyon fontos, hogy az emberek figyeljenek az egészségükre, és például a vérnyomásméréssel nagyon sok kardiovaszkuláris betegség megelőzhető, hogyha időben észlelik a magas vérnyomást. Az erős dohányosoknál a sejtszinti oxidáció sérül. A szénmonoxid méréssel ezt tudják kimutatni. A tökéletes égés kapcsán, ami a szervezetünkben is zajlik, széndioxid és víz keletkezik. Hogyha ez az égés nem tökéletes, akkor keletkezik szénmonoxid. A szénmonoxid egy nagyon veszélyes anyag, megköti az oxigén helyét a vértestekben, és kvázi fuldokolnak a sejtek. És amikor ezzel szembesül valaki, egy erős dohányos, akkor tehát ez képletesen megmutatja neki, hogy ez milyen károkat okoz az ő szervezetében, és akkor tudunk neki segíteni az elhatározásban, hogy döntse el, hogy leszokik a dohányzásról. A nagymértékű stressz is káros hatással lehet az egészségünkre. Én mentálhigiénés szakember vagyok, és egy nagyon egyszerű kérdést teszek fel az embereknek ilyenkor, azt, hogy hogy érzi magát, milyen a szubjektív stressz szintje. Ezt sokan nem is értik ezt a kérdést, és akkor elkezdünk beszélgetni, hogy mi is ez a stressz szint. Az emberek hogy élik a hétköznapjaikat, hogy mit jelent az, hogy stresszesen, vagy stressz nélkül, vagy jól, vagy rosszul érzi magát, akkor van mód egy kis beszélgetésre. Akkor kiderül, hogy ő neki az életében van valamilyen problémája, családi vagy munkahelyi probléma, akkor lehet egy kis beszélgetést erről kezdeményezni. És sokszor maga a beszélgetés is jó dolog, hogy van egy 10 perc arra, hogy ventiláljanak az emberek ezekről a problémákról. Vagy esetleg egy olyan tanácsot tudok neki adni, ami segíthet az ő életvezetésében, mentálhigiénés állapotának a javításában. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda alsó végtagi érszűkületvizsgálattal és InBody testösszetétel méréssel készült. Utóbbi megvizsgálja a páciens teljes testvíz, zsírfehérje és ásványi anyag adatait. A Bokakar Index vizsgálat során pedig a lábakban lévő artériás keringést figyelték, mondta Daniné Turcsányi Éva, az intézet vezetője. Természetesen, hogyha olyan értéket mérünk, ami utána orvosi gondozást igényel, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy a háziorvoson keresztül indítsák el a kivizsgálási folyamatot, illetve ha olyan szív- és érrendszeri kockázatokat látunk, ami befolyásolhatja ezeket az értékeket, és életmóddal változtatható, akkor minden esetben adunk életmód tanácsokat is az itt megjelenteknek. A szív- és érrendszeri betegségeket több tényező okozhatja. A szív- és érrendszeri megbetegedések és azon belül is az érszűkületnek is az egyik meghatározó tényezője azok a genetikai hajlamok, amiket örökölhetünk. Úgyhogy minden kliensünkre rákérdezünk, hogy volt-e a családban a felmenők között szív- és érrendszeri megbetegedés. Illetve a genetikai tényezőkön túl vannak olyan krónikus megbetegedések, amik szintén befolyásolják az érfalnak az állapotát, ilyen például a meglévő cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség és a magas koleszterin szint. Természetesen egyéb olyan viselkedésbeli faktorok is vannak, amelyeket könnyen lehet módosítani, ilyen például a dohányzás, ami nagyon káros az erekre, úgyhogy minden esetben, akiknél kiderül, hogy dohányoznak, ott felajánljuk a dohányzás leszoktatás támogatás lehetőségét. A szűréseket többségében az idős korosztály veszi igénybe, de a vezető pozitívumnak tartja, hogy a munkahelyek is egyre gyakrabban szerveznek vizsgálatokat. Nagyon gyakran járunk ilyen rendezvényre, szombaton voltunk legutóbb, előtte Szekszárdon, előtte Kakasdon voltunk, úgyhogy mi igyekszünk mindig úgymond helybehozni a szűrővizsgálatokat, és akik eljönnek és igénybe veszik ezeket a szűréseket, azok mindenképpen nyitottak arra, kíváncsiak arra, hogy éppen ők hogyan az egészségi állapotuk,
Nagy részben azért idősebb emberekről beszélünk, de szerencsére én úgy vettem észre, hogy elindult egy trend mostanában, hogy a munkahelyek is egyre többet keresnek minket, és munkahelyekre is kiszoktunk települni. Ott szintén állapotfelméréseket és kockázatbecsléseket végzünk. Egyébként nagyon jó az összefogás az egészségfejlesztési irodák között itt a vármegyében, akár a szekszárdiakról, akár a dombováriakról beszélünk, és ugye szívesen eljövünk olyan helyre is, ahol éppen olyan járásban, ahol éppen nincsen egészségfejlesztési iroda, mint itt a Tolnai járásban is. Arra gondolok, hogy ugye egy rohanó életmódot folytat mindenki, fel is gyorsult valahogy a világ, a napok szaladnak, és sok mindenre odafigyelünk, csak sokszor magunkra nem. És amikor magunkra nem figyelünk tartósan, akkor előbb-utóbb megjelennek ezek a tünetek. Csak kérdés az, hogy ezek a tüneteknél már van-e meglévő krónikus betegség, tehát a megelőzésre szerintem nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és lehetséges, hogy elég annyi jel és a lakosság számára, hogy most itt a lehetőség, jöjjenek el, éljenek vele, és bizony nagyon sok betegséget meg tudunk így előzni, hogyha egy-egy szűrővizsgálaton részt veszünk, és ott megfogadjuk a tanácsokat. Az egészséghónap rendezvénysorozat november 8-tól egészen a hónap végéig fog tartani. A következő programok a mentális egészségre fognak fókuszálni, mondta Józsa Jácint, programszervező. Önbizalom növelésről lesz két workshop és tréning, azt majd Tarjániné Nagy Nikoletta életvezetési tanácsadó fogja tartani, illetve sor fog kerülni még egy másik workshopra is, ott méviaszos ajakápolót, illetve kendőt lehet majd készíteni. Erre meghatározott számú jelentkezőt várunk, de még lehet akár mindig jelentkezni, mert van még pár szabad hely. Aztán a hónap végén lesz az egészség hónapunknak a fő rendezvény, a fő attrakciója, amikor is Zaher Gábor toxikológus fog ellátogatni a lovardába, és ő fog egy előadást tartani. Próbáltunk minden korosztálynak megfelelni, hogy megtalálják a maguk számára megfelelő programot, illetve hát próbáltuk változatos programsorozatot létrehozni, hogy legyenek előadások, amik ismeretterjesztőek, de legyenek olyan foglalkozások is, ahol az emberek saját kezükkel készíthetnek valamit, illetve legyenek benne vizsgálatok is, ami a fizikai egészség megőrzését szolgálja, meg természetesen gondoltunk a szellemi és a pszichológiai területre is, hogy ott is mindenki megtalálja magának való területet. A programok ingyenesen látogathatóak, de előzetes bejelentkezést igényelnek.